Sziasztok! Ma Lego City Unboxing! Még hozzá Giga Unboxing, ugyanis nem egy, nem kettő, hanem három magazin van egyben, egy csomagba, amihez három ugye kis Lego készlet van. Giga Unboxing! Egyszer három. Na gondolom ezek régebbi készletek. Mert sőt, biztos vagyok benne. Még azt hiszem ebből egyik sincsen meg, direkt azért is vettem meg. Hogy most akkor összerakjuk ezt a hármat itt. Egyszerre. Na nézegessük meg. Lesz egyszer egy... valami rendőr mini helikopter. Egész komoly kis irányítókar, lámpa, vagy nem tudom, megafon, majd kiderül. Kis propellerek, meg ilyen, nem tudom mi az, légterelő, vagy valami ilyesmi. Na nézzük a másikat. Egy búvár egy cápával. Azt a nagyon komoly. A harmadik, meg ahogy nézem, egy rendőr motoros. Na, hát ugye itt vannak a három magazin, nézd az első néha, igen, rendőr tiszt plusz helikopter. Ugye megnézzük a posztereket majd. A második magazinnál hogy írják? Búvár plusz cápa. És a harmadiknál ugye rendőr tiszt plusz motor. Gyűjtő csomag, az képest a kártyákat lespórolták belőle, mert itt, hogy látom, hogy limitált kártya, de egyiknél sincsen. Ugye, mivel be volt fóliázva a három magazin, gondolom azért. Aztán gondolom annak idején, aki ezeket így összefóliázta, vagy zsebre rakta, vagy ki tudja, hova tette. Nézzük, mikori. Ez elvileg... most ha nem akarok hülyeséget mondani, talán ez 2020-as, szerintem azért. A másiknál totál le van ragasztva, de ha jól látom, ez 2021. Ez meg szintén 2021. Úgyhogy érdekes. Na, mondom azért is volt olcsó a három magazin. Mindjárt megnézzük a tutoriált. Köszönöm, meglessük a poszter benne. Na. Van egy ilyen nincs megállás. Egy bringás motoros. Bringás rendőr, mert bringás motoros, jó van. Nézzük a másik posztert. Aha, azon ott a helikopter a bűnözővel. Hogy éppen üldözi. Szuper, egy poszter. És ugye itt van ilyen összerakható valami papírrepülő, azt hittem valami ugrató. Na és ugye ennek a végében van ott, hogy a következő a motoros. Úgyhogy jó van ez. Na, megnézzük akkor ugye a motorosnál, hogy mi a poszter. Gondolom ő maga van a poszteren. Ó, milyen jó. Rendőr csapat. Detén. Gyúk deténnel. Ugye a poszter másik fele. Ugye ez maga. Itt jön az igazság. A rendőr motoros személyébe. Nézzük ennek. Ennek valami kis trakeszos van. Na azt mondjuk nem láttam ott. Mert akkor azt megvettem volna, ha ilyen régibe be lenne gyűrve, mert az nincs meg. Ehhez meg könyvelzőket adnak. Jó. Na nézzük a búvárost. Búvárosnak a posztere. Na, pont ott nyílt ki elsőre. Ajha, egész komoly. Éppen valami polippal viaskodna. Megnézzük a másik felét is. Ó, hát ott... majd innen is jön. Kemény. Jönnek a cápák. Nagyon komoly.
Nézzük ennek a végében mi volt, mi a következő szám. Hát pont nem volt ott semmi. Hogy mi lesz a következő szám, a pókemberes régi. Na, hát akkor most, hogy itt ezzel is megvagyunk, akkor mindjárt jöhet a búvár. Mondjuk ehhez nem kell tutoriál, mert mivel vagy figura, egy cápa, tehát ez nem osz, nem szoroz. Nincs benne nehézség az összerakásába. Még beszorult a feje a sisakba már, de rossz. Na, hát nézd, nem lehet rajta elforgat. Úgy rárak... Na jó, akkor talán sisakkal el lehet forgatni, de nem. Na végre. És egy arcú figura. Itt a volna. Lehet, hogy akkor csak a dobozos készlethez jár két arcú figura. Na. Jó, várunk. Ja, persze kellett volna a kis tartály, hogy majd ne fulladjon a víz alatt. Két béka talpra. Meg egy fényképezőgép. Így. Na, egész komoly lett a búvárunk. Itt van hozzá a kis cápi. Csom, 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 csom. Jön, azt itt felfalja a búvár. Na, akkor az egyikkel meg is vagyunk. Nézzük a másikat. Hát mondom, motoroshoz se kell nagy tutoriál igazándiból. Oké. Amennyi motorost összeraktam már, ez fejből is simán megy. Na. Miért nem ment ez bele? Így. Kár, hogy nem kapott matricát az a motor. Olyan fapados, simán fehérbe. Mivel valami polisz felirat lehetett volna. Csávónknak milyen vigyora van. Tiszta olyan boti járőrös készlet fejecskéje van. Jó kis terepkerekeket kap. Pedig ez gyorsasági motor. Na, el is készült a fapados rendőr motorunk. Mondom, ide tök jó lett volna valami szám, polisz felirat, és akkor ilyen kékkel, és akkor ugye azért egész jó most egy ilyen száguldó rendőr motorosunk. Ő is egy arcú. A szerelése az jó. Ilyen kommandós mellény, golyóálló mellény. Lehet, hogy ilyen civil motorosnak van álcázva, bár a sziréna az elárulja, hogy nem civil motoros. Na, most jön a helikopter, most viszont ehhez már azért kell tutoriál, mert azért ez több elemből áll. Mint látható, egyedül a figurához nem kell. A menő napszemcsis motoros. Motoros rendőr. Na, annyi minden van már, itt keverem itt a dolgokat. Így né. Na, elég fancsoli képet vág a pilótánk, mert még a helikoptere darabokban van. Na, de mindjárt megkeresem itt hozzá a tutoriált.
Na, na. Ó, hát majdnem, hogy a magazin vége. Miért is, ne ugye? Na. Tudtam, hogy fel fogja dönteni, csak azért is. Nem is ez lenne, ha nem döntené fel. Oda, oda. Második rész, amoda. Ja, hogy ez lesz az irányító karok. Ilyen kis picike műtyűr valamik. Ugye, ezek. Aztán négyes rész, akkor egy ilyen világító valami, egy oldal cuccos, rámegy egy kék kocka. Mondjuk erre is rakottak volna matricát, ilyen picikét. De mondjuk ez legalább már színekbe közelíti. Az oda. Oda egy másik olyan bigyóka, kis üléshez. Aztán jöhet az a, az ilyen kamerának néz ki. Hát, hogy az. Akkor mégse megafon. Én megafonra tippeltem, de nem az, mint kiderül. És akkor ezt így rá. Ja, ez szerintem valami kamera lesz, azért ilyen. Ez meg olyan, mint a Harry Potterben, ami húzza a Lego Harry Potteres készlet, ami volt a csatornán, hogy a Tesla-lok húzzák azt a fogatot. Íha, ez valami futurisztikus kis járgány. Tisztára úgy néz ki. Na, van itt egy ilyen. Ja nem, előbb ez kell. Ez a kettő valami. Így. Aztán rámehet egy kocka. Amire egy másik kék villogó. Vagy valami hasonló dolog. Így mi? De hogy ez lesz a meghajtó ereje a helikopterünknek, ugyebár. És akkor itt a rotor. Arra megy rá a kis propeller, és jöhet a kettő. Bár mondjuk igazából adhattak volna még kettőt hozzá, mert akkor négy, ez sokkal jobban néz neki most. Oké, hogy ilyen mini helikopter, de azért még két ilyen feketében milyen jól nézne így ki. Na, elkészült a szuper helikopterünk, mert ez az orbitális nagy rész itt, ez olyan érdekes. Legalább a figuránk akkor így kényelmesen elfér itt. Azt már mehet is járőrözni az égbe. Na, meg is vagyunk, persze gondoltam. Hát, így mi, íme a három készlet unboxingba és összerakva. Ennyi lett volna ez a videó, srácok, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!